Üdvözlök mindenkit a Kisvárdon Asztergódásán, Alba-Fehérvár KC mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. Szeretném üdvözölni a vendégcsapat vezetőedzőjét, Szuzana Lazovicsot és játékosát, Márgorzata Travcsinszkát. Szóval szeretném üdvözölni a hazai csapat vezetőedzőjét, József Krisztiánt és játékosát, Mirany Maját. Szuzana, could you please share your thoughts with us about the race game? First of all, my congratulations to Team Kisvárdon, they show them good play today. About my team, we have all the problem with all technical elements. With the skills, with the some passing, with finta, with one against one, with defense, with attack, with fast break, with returning defense, with everything what we talked about. With first, this what we discussed, that is the key points of this match, is the defense, but we not show nothing today, and I'm totally disappointed, but now we can see clearly that not only on this match, on the last two matches before it, all three matches, we have a big problem. And in the future, we must change a lot of these things that we can come back on the right way. That's it. Thank you. Tehát gratulálok a Kisvárdának, nagyon jó játékot mutattak. Mi részünkről viszont sok probléma mutatkozott a játékban. Elsősorban gyors lerohanások, védekezés tekintetében, de most a támadás sem ment úgy, ahogy szerettük volna. Tisztáznunk kell azt, hogy mi is történt ezen a mérkőzésen, illetve további sok sikert kívánunk a Kisvárdának. Magyarzata, what do you think about this game today? I think that in first half the result was similar, but in second half I think that our energy go down. We had problem in attack, in defense and in every element. So why finally and in the last minutes Kisvárda go on plus 3 points and the result stay like this. Tehát az első játék közben szoros, jó játékunk volt, viszont a második fél időben úgy láttam, hogy csökkenni kezdett a csapat energiája, energiaszintje. Támadásban és védekezésben sem tudtuk azt mutatni, ami megfelelő színvonal lett volna, illetve az utolsó percekben meg tudta tartani a Kisvárda 3 gólos vezetését, így sajnos mi kerültünk ki vesztesül a mérkőzésen. Krisztián, kérlek összegezd a mai mérkőzést egy pár mondatban. Szerintem egy nagyon-nagyon nehéz találkozó volt, és a találkozó minőségére abszolút rányomta a bélyegét a teher, hiszen mind a két csapaton nagyon-nagyon fontos volt a mérkőzés. Rengeteg hibával játszottunk mi, és azt gondolom, hogy talán a rengeteg emberelőny, amit kaptunk, vagy amiben játszottunk, talán minket zavart meg jobban. Én úgy éreztem, hogy sokkal hamarabb eldönthetünk volna a találkozót, hogyha fegyelmezettebbek vagyunk. De most végre volt támadó oldalon is nagyon jó teljesítmény, illetve a védekezésünk összeállt, főleg itt a végjátékban. És azt gondolom, hogy a végjátékot szerintem jobban is bírtuk fizikálisan, és ott át tudtuk bélenteni a találkozót. Köszönöm szépen. Melyet, amit gondolsz? Én nagyon buszkoljuk a csapat, örülök, hogy magunk magad tudtuk hagyni ezt a két mérkőzést, az Esztergomba és a Szombathelyre gondolok. Örök védekezésben végre mindenki ott volt, segítettünk egymásnak, támadásban meg jól kihasználtuk a helyzeteinket. Gondolom az utolsó 10 percben nyertük meg ezt a mérkőzést, mert amúgy végig fekve mellett haladtunk, úgyhogy én nagyon buszka vagyok a lányokra. Köszönöm szépen. Van a bármilyen kérdés. További sok sikert kívánok mindenki csapatnak.